szigorítaná az iskolai szexuális felvilágosításra jogosultak körét a Mi Hazánk mozgalom. Egyre agresszívebb ugyanis a homoszexuális propaganda, amely sajnos az iskolákban is megjelent az elmúlt tanévben, gyakran a szülők beleegyezése vagy tudta nélkül. Országgyűlési határozati javaslatban kezdeményezzük ezért, hogy csak olyan személyek vagy szervezetek tarthassanak szexualitás témájában előadásokat vagy foglalkozásokat, akik erre kifejezett felhatalmazást kapnak. Hasonló szabályozás van érvényben egyébként a droghasználattal kapcsolatban, a kábítószer népszerűsítése sem megengedett az oktatási intézményekben. Dr. Falus András akadémikus genetikus is egyértelművé tette, hogy a homoszexualitás terén a genetikai háttér megléte fokozott hajlamot és nem végzetet jelent, így a nevelésnek igenis hatása, szerepe van. De idézhetném Tárkányi Ákost, a KSH Népességtudományi Kutatóintézetének volt tudományos főmunkatársát is, aki egyik tanulmányában azt is rögzítette, egy 10 éves homoszexuálisokat vizsgáló tanulmány eredményei szerint közöttük 9-szer olyan gyakori volt az alkohol, 19-szer olyan gyakori a kokain rendszeres fogyasztása, és 1,5-szer olyan gyakori volt az öngyilkossági kísérlet, mint a magukat nem homoszexuálisnak valló fiatalok között. Mindezen tények ellenére sajnos az iskolákban is megjelentek olyan, a köznevelési törvény hatálya alá egyébként nem tartozó szervezetek, amelyek a tagjaik speciális szexuális irányultságának képviseletére jöttek létre, és ezen felvilágosítónak álcázott foglalkozásokon propaganda tevékenységgel befolyásolják a gyermekek szexuális fejlődését. Pedig a köznevelési törvény és más oktatáspolitikai jogszabályok részletesen szabályozzák, hogy kiknek a feladata a szexuális nevelés az oktatási intézményekben, az óvoda és iskolapszichológus, a biológia tanár, az egészségtantanár, az egészségfejlesztő is kifejezett felhatalmazást kap erre. A nemzeti alaptantervben pedig a családi életre nevelés témakörében szerepel az, hogy a felelős párkapcsolatok kialakításában közvetít ismereteket, mindezt ráadásul úgy, hogy az iskolának foglalkoznia kell a szexuális kultúra kérdéseivel is. A Mi Hazánk javaslata érvényt kíván szerezni annak az alaptörvényben is rögzített elvnek, hogy a gyermekeknek joga van a megfelelő testi, szellemi és erkölcsi fejlődéshez, ez pedig csak megfelelő védelemmel biztosítható.